A történelem folyamán többféle néven említik a települést: Tolna-Szentgyörgy, Magyar-Szentgyörgy, Rácz-Szentgyörgy, Duna-Szentgyörgy. Ide érkezünk meg hamarosan. A dunántúli síkság Dunántúlra átívelő része látható a háta mögött, a Duna-Szentgyörgyi Öreghegyen vagyunk. Most megihletett bennünket ez a páratlan környezet, és ugyan Duna-Szentgyörgy még egy pár kilométerrel odébb van a háta mögött, de innen jó időben és most is a kalocsai templom kettős tornya is látszik, és még nagyon sok minden más. Duna-Szentgyörgyről érdemes elmondani, hogy a római kori út ugye nagyon meghatározta a település fejlődését, bekapcsolta gyakorlatilag a gazdaságba, ami most is virágzik Duna-Szentgyörgyön. Jöjjenek velünk, és menjünk egy kicsit beljebb a településre. A község az őskortól lakott hely. A régészeti ásatások során kőkori, bronzkori és középkori leletek kerültek elő. 1526-ban a Mohácsi csatába tartó II. Lajos király innen írta egyik levelét a királynénak. A törökök távozása után sokáig néptelen a falu. 1718-ban a Felvidékről, Nyitra, Bars, Gömör megyékből református magyarok települtek be. Templomot és iskolát is építettek maguknak. Ez a nemesi település, a Bars, Nyitra, Gömör felvidéki megyékben, ide termült középnemesek, azok mind itt voltak, és úgynevezett nagy gazdaházak mind a két oldalra. Annak idején, aki mezőgazdaságba élt, ugye annak idején úgy mondták, hogy ide takarodott az aratás után, ide hozta csépelni a búzát, a rost, a gabonákat, meg itt tartotta az állatokat, azoknak kellett a nagy terület. Később ezeknek a gazdag családoknak a gyermekei aztán elkerültek a városokra tanulni, orvosok, ügyvédek lettek, a hajdan nemesi pompájukban álló épületek pedig lassan-lassan kiüresedtek. A hatalmas telkek miatt nehéz értékesíteni őket, hiszen életvitelünk és igényeink összehasonlíthatatlanul megváltoztak az elmúlt 80-100 esztendőhöz képest. Most ezek a házak itt vannak, többeket itt most rövid időn belül, mert van érdeklődés maguk az ingatlanok iránt, de ilyen tevékenységet itt már ugye ma már modernebb eszközökkel is nem nagyon folytatnak. Az 1970-es években a településtől mintegy 5 kilométerre a paksi atomerőmű építkezése indult meg, mely sok helybelinek adott és ad ma is munkát. Ez a település, hál' Istennek az itt élő emberek, hogy is fogalmazzak, hogy nem hullámokat szeretnek ebben, de jól vannak, köszönjük szépen. Az önkormányzatnak ebből annyi haszna van, hogy a személy jövedelemadó, helyben maradó hányada igen jelentős, tehát kisebb Tolna megyei városokat is lekerülünk ezzel, megelőzünk, ami a költségvetés összeállításánál egy fontos szempontot jelent. Én a negyedik ciklusomat gyűröm itt polgármesterként 2002. októberre óta, de azóta elszántan és keményen a paksi atomerőmű bővítésére készülünk. Ugye én dolgoztam 17 évet a paksi atomerőműbe. Tehát nyilván az ember tudja, hogy előbb-utóbb sor kerül arra, hogy vagy bezárják, vagy út építenek helyette. Ezért aztán minden olyan önkormányzati beruházás mögött szinte az húzódott meg, hogy azt az életminőséget, amit az itt élőknek tudunk nyújtani, azt próbáljuk mi javítani. Erre még visszatérünk, de előbb nézzünk körül kicsit a faluban a kultúrára és épített emlékekre éhes szemekkel. Felkerekedünk hát, és nem is kell messze menni, csupán egy kőhajításnyira, az út túloldalára, ahol a Csók Kúria őrzi történeteit. A településen nem sok olyan történelmi épület van, amit meg tudnánk mutatni, és esetleg a turizmus lehetne ráépíteni, de azért a két-három dolog között az egyik a Csók Kúria, amit ugye viszonylag sokan ismernek az országban, hiszen annak idején történt itt egy betörés, amiből a Csók István festőnek a híres képeit elvitték. Ez az ő családi szülőháza, most a Csók Sándor főorvos ura az örököse és gondozója ennek. Egy 1920-as évek közepén épült kúriáról van szó, ami azt gondolom, én láttam belőle, nagyon szép és érdekes, és arra érdemes lenne, hogy esetleg nagyobb nyilvánosságot kapjon. Hogy ennek mi az oka igazából, nem nagyon tudjuk.
Próbálkoztunk mi annak idején a főorvos úrral, hogy pályázzunk közösen, akkor ő még más aktívabb tevékenységeket folytatott, és nem ez volt az első számú szempont a dolgai között. A reformátusok laknak többségében a faluban, és hát valamikor ebben a templomban a Palcsó Sándornak, aki volt énekes, operaénekes, annak az édesapja volt a pap. Arra még gyerekkoromban emlékszem, mert nagypapám meg harangozott. A Dani papa. És aztán később a Páncél Zoltán, szülésznőgyógyásznak az édesapja, Zoltán bácsi lett itt a pap. A jelenben egy felvillanásnyi időre megérinthetjük a múlt kárpitjának sűrű keresztöltéseit, amiből egyszer csak kirajzolódik saját életutunk mintája is. 200 évvel ezelőtt a felvidékről ide menekült emberek hitüket nem hagyták hátra, és ide érkezésükkor imaháznak sem nevezhető szárnyékot építenek nádból, ahol felharsant az ősi zsoltár. Akik bíznak az Úristenben nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el. Ez volt alapköve nem csak a mostani református templomnak, hanem a gyülekezetnek is. Minden utcánkat újra burkoltuk aszfalttal, teljes infrastruktúrával létezik a település. Többek között 52 darab új építési telket is alakítottunk ki, pont azért, hogy a majdan üzemeltetőknek közelve jusson ne. Ezek a területek most még takarmány kukoricával vannak beültetve. A TEIT-nek tagjai vagyunk, ez a társadalmi információs ellenőrző társulás jelenti. Kapunk szerződés alapján anyagi támogatást, mégpedig egyszer az atomalapból, azért, hogy itt van az ideiglenes nagy hatékonyságú üzemanyagtároló, illetve a Paksi Atomerőmű, mint maga működő cég, egy másik szerződésből. Ez jelentős, éves szinten 40 millió forint. A felújítások, fejlesztések nagy részét így Duna-Szentgyörgy saját erőből meg tudja oldani, és kell is, hiszen fontos, hogy a falu vonzó legyen az ide települő majdani erőműves családoknak, no de nem csak nekik. Van gyermekorvos, háziorvos, fogorvos, körzeti megbízotti rendőr, és faluház, teleház, sportegyesület, tűzoltóegyesület és jó néhány civil szervezet. A fiataloknak a tapasztalat legalábbis ezt mutatja, egyre inkább csábító az itteni élet. Pakstól pár kilométerre természetközeli környezetben is emberléptékű, nem irreálisan magas áron lehet ingatlanhoz jutni, ellentétben Pakssal vagy éppen Szekszárddal. Az iskola felújításában gyakorlatilag külső hőszigetelés van vissza, faluházba szintén. Tehát minden olyan intézményünk önállapotban van, hogy a mostani elvárásoknak megfelelő. Az orvosi rendelőt azonban top forrásból újítják fel. A bútorokat várjuk, egy része itt van már, és ami olyan speciális, hogy vizsgálóasztal és egyéb más kiszolgáló, azok vannak hátra. Ugye a megyei támogatás vagy odaítélésű pályázatok a topból nyertünk 22 millió forint körüli összeget az orvosi rendelőnk felújítására. Ez lassan a befejező stádiumához közelít, érkezik. Gyakorlatilag a bútorok beszerzése van napirenden, és egy teljesen felújított eszközökkel is jól felszerelt orvosi rendelő lesz a lakosság szolgálatára. Sok Duna-Szentgyörgyi szőlőtermelő annak idején foglalkozott ellen az ezredéves Magyarország emlékére kinemesített szőlőfajtával. Egy
Nagybogyójú, kemény húsú, vastaghéjú, édes szőlőről van szó. Itt-ott még fellelhető a településen, jobbára magánházaknál, magángazdáknál, de sajnos itt már nyomát se látjuk. Ez a szőlőhegy valamikor a termelőszövetkezet tulajdonában és működtetésében létezett. Hát sajnos, ahogy mutattam, ugye már egyre több a buza meg a napraforgó tábla és kevés a szőlő. Persze ez nem biztos, hogy rossz, mert lehet, hogy a minőség irányába haladunk, habár én emlékeim szerint akkor is jó minőségű borokat tudott értékesíteni a termelőszövetkezet. Azóta már magánkézben van, és sajnos kivágásra kerültek ezek a szőlőterületek, ami többségében komoly mennyiségbe tartalmazta ezt az általam említett csemege szőlőt végül is. Szóltak, hogy most már ne lépjek hátra egyet sem, mert hogy bele fogok esni a lápos részbe. Valóban itt vagyunk a Dunaszentgyörgyi láperdő csücskénél, amit a köznyelv csak brinyóként tart számon is ismer. 2012-ben nyilvánították természetvédelmi területté a Dunadráva Nemzeti Park Tolnai tájegységének ezen részét. A valamikori Dunamederből lefűzött, mára már jelentősen feltöltődött morotva maradványa ez a láperdő. A folyószabályozás időszaka előtt itt az év nagy részében igazi mocsár vízi világ volt. A sárközt már a szinte kizárólag mezőgazdasági művelés alatt álló szántóföldek jellemzik. A láperdő a térség kiemelkedő jelentőségű egyik utolsó zöld szigete. Itt ér véget Dunaszentgyörgyi utazásunk.